Szerintem? Mikor volt egy itt utoljára? Tavaly nyár, szeptemberben. Kivisszük? Nem jó a fény. Ragadok. Jó, hát akkor. Ez így, ahogy van, így szép. Csak meg kéne takarítani. Annyi, semmi több. Látod a napjárat? Igen. A csirketelep életében azért nem csak a szerelés folyik, hanem a karbantartás, hanem némiképpen egy kis garden party is megy. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gerebjével, stillel, ágvágóval, traktorral, fűnyíróval, fejszével, stillel, ököllel, mikor hogy próbáljuk egy kicsit ezt a dolgot rendbe tartani. Most végig mentünk itt a kis traktorral, szély leszakadt, hogy, és most hátul próbálom ott a romhalmazokat, egy kicsit ott körülötte lévő fákat egy kicsit így kitakarítani, mert az igazság, hogy most jön a május, igaz, hogy a májusi eső aranyat ér, de baszhatjuk, hogy amikor már akkora gaz, hogy nem látszok át rajta. Utána meg jött ki múltkor a KPMT egy ilyen gazvágó, ott beállt hátuló gazt vágni. Így van, úgyhogy most próbálunk egy kicsit így első körbe itt ezt a területet karban tartani. Nincsen kész, de folyamatában van a dolog, és hát evős kell egy kicsit foglalkozni, bármennyire is nem akarjuk,
de muszáj, mert akkor meg a visszapillantóig ér, az utána még nem tudsz mit csinálni vele, tehát akkor meg már lehetetlen. Úgyhogy ma két ütemben folyt a játszás, még most is vágom a gazt, meg az ágokat egy kicsit, hogy rendbe próbálom tenni, kicsit jobban nézzen ki. Hát itt is van egy-két elpunyált busz, ami szerintem itt fog az örökké valóságig rohadni, elpusztulni, ott lemarad még csak a műanyag bódé rajta. De hát, Istenem, van ilyen. Hát itt próbálok egy kicsit rendet csinálni, próbálom egy kicsit felszabadítani, és őrizgessük a másnak a szarjait. De hát, majd elhagyjuk a mély telepre. Meg itt van a postabusz is, már várja a jobb sorsra való fordulását. Itt van a csirkés Tóni. Hello! Kifogyott a benzin, leszedjük az ágat. Gyertek segíteni! Na gyerekek! Hogyha a csirketelepen látható legyen a sok szarra úskavas, ami itt van. Egy kicsit rendcsinálás is van. De azért bevallom, hogy van egy jármű, amit holnap készítünk el, viszik el. Úgyhogy hál' Istennek egyel kevesebb is van. De van itt másnak is egy pár darab. Ja, itt. De most lényegtelen. Csuklós, igen. Ezzel a csuklóssal még a volános időszakban még én is dolgoztam vele egyébként, és az öcsém is hajtott ezt a busz nagyon sokáig. Polgár meg Miskolc vonalán nyomta az ipart. Azt hiszem, már a kinti szabadidő tevékenység, napfogyatkozás, erre való hivatkozva ezt meg ma nappal felfüggesztem. Úgyhogy folytatás bent az épületbe való tevékenységgel. Úgyhogy stílkarbantartás, meg bogár összerakás a kedves Anikómnak. A papírokra még várunk, mert okmányait vesztett járműről van szó, de rendszáma megvan, és a tulajdonomat képezte. És hogyha valakinek ilyen problémája van, akkor majd kommentbe egyszerű a dolog egyébként. Meg kell menni az akmányirulába, jó kapcsolatot kell ápolni, semmi különös nincs benne. Kis rátermettséget igényel, és menni fog mindenkinek. Ennyi a dolog. Hát nagyon remélem, hogy a héten le is fog vizsgázni. És most erre a dologra teszek is. Itt van ez a sárga busz. Ez is hamarosan megy át a műhelybe. Fogjuk csinálni.
nem lehet rátenni rendesen, csak így szorul meg. Aha. Lehetem. Jó, de fogja, nem? Egy? Egy van-vanálni fogja. Aha, jó, ne húd tovább, hogy megszakadja. Attól félek, hogy elszakadja. Jó, megfogja. Ezt meghúzom, ez meg jó fogja fogni. Jó, de vigyázz, a műanyag az is. Tudom. Alakul a bogár is. Na mi van az udvaron? Na, nézzük meg. Ez is viszik el. Ebből lesz egy sörszállító. Ezt a kiskörösre megy el. Zillel viszik a futóművet, mint a régi volános korszakba. És akkor itt következik egy kis rendcsinálás, jó van? Szerintem jó. Jó. Talán egy olajszárat el van, de nem lehetett volna fúrni sem elé. Értem. Még jobban belemegyünk a nukba. Ez meg a régi. Jó. Jó. Oké. Okay.